Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, és együtt fogjuk megnézni ezt a videót, ami 25 perc eredetileg lehet, hogy lesz rajta majd vágva, ki tudja, viszont most konkrétan kiadtak nemrégiben egy olyan videót, amiben elvileg egy ilyen Q&A session van, szóval kérdez felelek, ez még akkor történt, amikor Koreában voltak a Brawl Stars-osok, a szuperszellesek, és ezt meg fogjuk lesni a launchban, ahogy dumáltak egy-két infóról, szerintem nem hiába rakták ki egyébként ezt így később, valószínűleg lesz egy-kettő ilyen sneak peek az új update-tel kapcsolatosan, és azért tették ki későbbiekben, meglássuk, hogy valójában most akkor miért is rakták ki későbbiekben. Itt van ez a korai csávó, vagy Choice June a neve, úgyhogy nem tudom eldönteni. Azt a mindenit, hogy ez így végig izé, nem is angol lesz, oké, okay, akkor sokat fogok fordítani nektek, igazából látjátok itt angolul a szövenget ugyanúgy, majd azt próbálom fordítani. Köszöntés itt az új tagokat, a vendégeket, igen, egy kis ismertető, de itt csipázzuk. Nem csak azért, mert hasonlóan nézek ki, de csipázzuk. Szóval összegyűjtették azokat a kérdéseket, amiket feltettek ugye bizonyos játékosok, és arra fognak válaszolni. Úgyhogy lehet, hogy egy-két infót megtudunk, remélhetőleg. Lesz-e valami jutalom a klubokban, vagy például olyan funkció, mint a klubháború, ugye, amiről beszéltünk? Na. Értük ugye a problémát, és hogy nincsen ugye sok indok azért, hogy benne legyetek egy klubban, csak annyi, hogy egy csoportban legyetek a játékosokkal, a haverotokkal. Sok időt fog igénybe venni az, hogy ezeket funkciókat esetleg behozzák, hogy a klubbal kapcsolatosan bármit csináljanak. És ugye mindig próbálnak minden hónapban legalább egy update-et kiadni, és mindig prioritizálják, tehát mindig fontossági sorrendbe teszik azt, hogy mi az, amit ki kell adniuk. És most nem a klubbal kapcsolatosan van ugye az, ami legfontosabb lenne, úgyhogy ez valószínűleg akkor gondolom nem fog érkezni, de ugye azt mondták, hogy ez az a tiny update előtt volt, ez a beszéd, szóval ki tudja, hogy december már lehet, hogy lesz ilyen, hát a fene se tudja, de nem ezzel akarnak foglalkozni. De ettől függetlenül ugye majd a jövőben fognak vele. Na, akkor beszélnek is róla sokszor, meg ötletelnek, szóval lesz ilyen a jövőben, srácok, lesz klubháború, csak kérdés az, hogy mikor. Szóval, hogy ugye csak két gomb van a játékban, így nem tűnik annyira bonyolultnak, de mégis ugye rengeteg tudás kell, és képesség ahhoz, hogy ugye jó játékos legyen valakiből, hogy terveznek a jövőben változtatni konkrétan a játékon, srácok. Tehát olyan funkciók, amikről beszéltünk, hogy akár teljesen felforgathatják. Régebben például teljesen máshogy volt tájolva a játék, nem fekvő pozícióban, hanem állóban, és ott is egy nagy változás jött ezzel kapcsolatosan, és hogy lesz-e még valami plusz funkció hozzáadva, ami felforgathatja a játékot. Erre a kérdésre fognak választ adni, hát kíváncsi vagyok. Szerintem annyira nem kellene nagyon változtatni rajta, amúgy MOBA játékokkal hasonlítják össze a Brawl Stars-t, amúgy én is az elején azt tettem, de ugye teljesen más. Ezt én is így látom, hogy pont az a szép benne a Brawl Stars-ban, hogy egyszerű. És bármikor ugye össze lehet ülni a haverokkal, tesókkal, bárkivel is játszani. Ja, hát én sem bonyolítanám amúgy túl már a játékot. Szerintem full jó így, hogy ennyi lehetőség van benne. Pontosan, hogy mondja, és hogy egyszerű ugye megtanulni, de nehéz mesteri szintre jutni a játékban. Tehát nem akarják a magját azt megváltoztatni a gameplaynek, a játéknak, viszont próbálnak majd egy kicsit kísérletezni bizonyos dolgokkal, vagy hogy hogyan tudják fejleszteni ezt, és a játékosok véleményt is kikérik ugyanúgy erről. Vannak bizonyos karakterek, mint Rosa, Shelly, akikkel egyszerűbb játszani, és vannak olyan karakterek, akik, mint például ott van Jean, meg Mortis, akiket sokkal nehezebb ugye játszani az elején, és hogy ugye skillshotolni kell, tehát be kell lőni ezeket a lövéseket rendesen, ahhoz, hogy ugye jobban tudja teljesíteni vele. És ugye ezen a nyáron beadtak egy újabb Star Power-t, hát amit tudunk is, hogy mik jöttek be. Ó, és szeretnének hasonló funkciókat a jövőben hozzáadni. Tehát olyasmi, mint például, hogy jött a másodlagos Star Power. Tehát lehet arra gondolni esetleg, hogy jönni fog egy harmadlagos Star Power, és jönni fog még egy, srácok. Tehát simán meg lehet az is, hogy a játékban, vagy pedig valami hasonló dolog. Tehát nem Star Power, de olyan, ami módosíthatja a karaktert. Tehát mivel előtte hozzáadolhatod. Ezt például én is elképzelhetőnek tartom, hogy ilyesmiben viszont változtathatnak. És
ezért tér ki erre Frank, mert ugye kérdezték azt, hogy konkrétan a magját meg akarják-e változtatni. És erre az volt a válasz, hogy nem akarják a magját, viszont ugye egy kicsit csűrhetik, csavarhatják a dolgot, és lehet az, hogy valami kisebb változás majd jönni fog ugyanúgy a játékban. Pontosan ő is pont ezt akartam volna felhozni a Star Power-vel kapcsolatosan. Azt mondja, hogy ugye például hogy egyszerű bizonyos dolgokat ugye elsajátítani, de hogy ugye például megnézte valaki mondjuk a Brawl Stars világbajnokságot, akkor ott minden egyes pixel számít, és az, hogy ugye hogy pont úgy történjenek a dolgok, és hogy tenyel legyél a nyerő. Szóval tényleg arról van szó, hogy nehéz mesterszintre jutni. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Szóval ugye a játékban 3v3 módok vannak, és az az alapja az egész játéknak, de hogy a jövőben lehet-e az, hogy 1v1 legyen, vagy pedig 5v5 bekerüljön a játékba? Hoppá, hoppá, hoppá! Mind a kettő érdekes lehet, az 1v1 is, és az 5v5 is. Úgyhogy kíváncsi vagyok erre, hogy mit válaszolnak vajon, hogy fog-e bekerülni valami hasonló. Aha, személyes vélemény, hogy az 1v1 az nem lenne annyira szórakoztató játék mód. Igen, hanem arról szól, hogy ugye még karakter melyiket veri le, mert ugye vannak mindegyik karakternek gyenge pontjai, tehát hogy ennyiből például annyira nem tetszik neki az ötlet. Az 5v5 az talán, de hogy ugye egy nagy katasztrófa lenne, azt se tudnád, hogy mi történik, hogy mennyi golyó mindenfele, nem tudnád, hogy mit csináljál, szóval túl kaotikus lenne. Meg szerintem nehezebb is pont, amiről beszélnek is, hogy akkor a balanszt is megoldani. De folyamatosan kísérleteznek az új dolgokkal. Nem nagyon akarnak mesélni semmit, semmi plusz infót. Az igen, Danny a legnagyobb kocka! Srácok ott a Supercellnél, 19.500 kupája volt, az volt eddig a rekord. Úgyhogy a csapatban ő a legjobb. Aha, és nagyon, nagyon egyszerű azt látni, hogy valami mondjuk szórakoztató-e vagy sem. Úgyhogy el lehetne dönteni, hogy az 5v5 az lenne vagy sem. Nincsen tehát még ilyen konkrét tervük, hogy kiadják az 1v1-et vagy az 5v5-et, viszont kísérletezni fognak vele. Szóval elképzelhetőnek tartom azt például, hogy valamikor bekerüljön mondjuk a játékba egyszer így, hogy olyan, mint ahogy bekerült ugye Halloweenkor, és láttátok azt a játékmódot, ami már régebben is bent volt, csak Life League-nek volt nevezve, ahol el lehetett ugye szedni másnak a HP-et, meg folyamatosan ment le a HP-nk, és mondjuk el tudnám képzelni azt, hogy egyszer bejöjjön az 1v1, vagy pedig az 5v5, ugyanúgy, hogy így egy kísérlet alapján, hogy el tudják dönteni, hogy akkor ez most úgy jól lehet a játékban, hogy tetszik a játékosoknak, vagy sem. Szóval lehetséges, hogy viszont lesz majd ilyen, hogy idéglenesen bekerül, majd azután pedig kiszedik. Pontosan a Lone Star is, és a Takedown is ugye így került be, hasonló módon. Tehát onnan, amikor már hajítgatták a telefonjukat, akkor már tudták, hogy szórakoztató lesz a játékmód. Hoppá, következő! Ugye, hogy új karakterek szinte mindig jönnek minden hónapban, legalább egyet kiszoktak adni ugye a Brawl Stars-os arcok, és hogy egyre több brawler kerül be a játékba, de hogy mennyit terveznek a jövőben hozzáadni, vagy mennyit terveznek, hogy véglegesen annyi brawler lesz mondjuk a Brawl Stars-ban. Ebben az évben 8 brawlert adtak ki, és mielőtt ugye globálisan kiadták volna a játékot, azelőtt nem nagyon adtak ki karaktereket. Így van, tehát nem akarnak elvárások alá kerülni, hogy nem minden hónapban lesz új karakter, de ettől függetlenül folyamatosan akarják újítani a játékot ezzel is. Csak hogy akkor ne képzeljük azt, hogy mindig jönni fog, minden hónapban. És hasonló módon szeretnék amúgy a jövőben is, tehát a következő évben csinálni ugyanúgy. És a Showdownról lesz szó, amihez ugye adtak ilyen különböző plusz dolgokat, mint például a Meteor, vagy pedig a hílelő gombák, de hogy nem oldotta meg ugye a tímelés gondját a játékban, hogy van-e még erre valami más terv, hogy megakadályozzák a tímelést. Ez is fontos amúgy. Nagyon sok gondolat volt ezzel kapcsolatosan így a csapaton belül. A csapat fele azt gondolja, hogy szörnyű a tímelés. Én is ezt mondom. És sokan pedig azt mondják, hogy nem. Na várjatok, srácok, mert csengetnek közben. Hát, hogy valamilyen szinten szerintem ezt meg kellene szüntetni. Likvidálni kéne a tímelést. Nem? Vagy csak én látom, és srácok? Tehát szerintem ez akkor is egy olyan dolog, aminek mennie kell, és nem szabadna bennmaradni a játékban. Mert miért jó az, hogy megfogják, és egyesülnek, és ott megy. Volt olyan, amikor 6-an, 7-en, 7 Dynamite megy, és dobál mindenki, és téged szemelnek, és szétszednek. Hát ez például, az például egy utálatos dolog. Tehát hogy lehetne ezt normálisnak találni? Mert az más, amikor például éppen 2-en mennek valakire, de nem pörögnek. Ez, hogy tudja valaki azt mondani, hogy ez teljesen természetes, és hogy ez így tök jó? Tehát gondolj bele, amikor 6-an lőnek rád, hogy az élvezi valaki. Szerintem nem. Szerintem egyáltalán nem. Nem egy egyszerű dolog eldönteni,
Nem értek egyet vele. Szerintem egyszerű eldönteni, hogy ki kell szedni. Igen, amikor jön a wifi probléma, és közben semmi problémád nincs a wifi-ddel, hanem a szerverekkel. Ha automatikusan egyre több szerver van, tehát ahogy több játékos van, egyre több erőforrást használ ugye a szerver, ami másodperceken belül történik meg. Ez a piros wifi jel inkább sokkal másabb dolgokra utal. Inkább az internet szolgáltatónál van probléma mondjuk. De ezt nehéz ugye kimondani. De most ne, de kezdjél magyarázni, hogy ezzel van probléma mondjuk 100%-osan. Tehát most amiről ugye beszél az, hogy olyan úristen, hogyha ráteszed a kezed a izére, wifi-re, már is antennára, akkor már is rosszabb a kapcsolatod, és akkor megjelenik ez, vagy jó, tudjuk ezt, hogy a mikrohullámú sütő mellett van mondjuk a modemed, vagy akármi, de amikor például én megfogom azt UTP kábellel van összekötve a gépem, és tipikusan például pont ez egyik mérkőzésben, amikor bemegyek, akkor teljesen vannak ilyen problémák, majd amikor bemegyek a másik mérkőzésembe, akkor viszont már nem jelentkezik ez. Tehát jól mutatja azt, hogy éppenséggel egy rosszabb szerverre csatlakozott fel, amikor abban a meccsbe kerültem be, és nincsen az, hogy például nálam volt probléma, mert fura lenne az, hogy az egyik mérkőzésben végig problémám van, vagy a másik mérkőzésben, ami egy másodperccel utána történik, abban pedig nem jelentkezik ilyen hiba. Szóval nem értek egyet mondjuk itt Frankel, mert szerintem igenis a szolgáltatásukkal van olyankor probléma, és valamelyik szerver gyengébb, mint a másik, és nem bírja a terhelést, vagy valami hasonló dolog történhet abban a pillanatban. Úgyhogy erről a része nem értek egyet. Be akarnak hozni majd valami olyan újítást, amiben mutatják folyamatosan azt, hogy például milyen ugye a wifi minőségünk. Tehát gondolom úgy, mint ahogyan Fortnite-ban is volt MS, meg minden kirak, hogy hány millisekundumos kés lehetetés van, és a többi. És akkor hogy ez látható legyen ugyanúgy. Hoppá, hoppá! Jönni fog-e vajon, srácok, a harmadik Star Power? Na, egy izgalmas téma, hogy vannak olyan kis hírek, rumorok, hogy vajon jön-e harmadik Star Power? Szóval fogunk kapni, srácok, fogunk vajon? Kiderül. Még mielőtt behoznának valami újdonságot, az előtt úgyis teszteniük kell egy csomó mindent. Szóval lehetséges, hogy lesz a jövőben majd más Star Power-ek is. Szóval nem mondják azt, hogy nem lesz, de későbbiekben inkább. Tehát nem mostanában, és ez nem egyetlen egy nap alatt történik meg, ugye, hogy behozzanak ilyet. Tervben van valamikor esetleg. Lesz-e valamiféle újítás, vagy valami fejlesztés a random meccskereséssel, ugye, tehát azzal a teljesen véletlenszerű meccskereséssel, attól függetlenül, hogy ugye kinek mennyi pontszáma van, hogy nem ugyanolyan játékosokat döb össze, hanem lehet, hogy mondjuk sokkal rosszabb játékos ellenjátszó, vagy te ugye gyengébb vagy, és a profikkal döb össze. Szóval hogy ezen fognak-e változtatni, hogy esetleg ugye például skillhez kössék majd a keresést. Hoppá! Nem spoilerezhetnek semmit. Ez már egy olyan válasz, srácok, hogy konkrétan valami hasonlón törték a fejüket, és akkor lehet, hogy decemberben kapunk egy ilyesmit, ahol ugyanúgy skillhez lesz kötve, hogy nem teljesen random lesz a keresés. Ami ez jó lenne, tényleg, hogy nem randomokkal dobna össze, hanem jobb csapattársakat kapná társnak. Az utolsó kérdés, rácok! Megéltük ezt is. Na! Sok korai játékos ugye akar Brawl Stars-os merchandise-t. Van-e tervük azzal kapcsolatosan, hogy a jövőben árusítsanak ugyanúgy Brawl Stars-os termékeket? Ugye, aki esetleg régebb óta játszik a Brawl Stars-or, az láthatta, hogy volt Brawl Stars-os shop, Supercell shop, ahol lehetett vásárolni ilyen plüssöket és a többi, például a Spike-os, Jesse, és ugye ezt megszüntették hivatalosan, azt hiszem, hogy talán áprilisban, májusban szűnt meg, már most nem tudom pontosan a hónapot, de akkor megszüntették, és utána nem lehetett ezeket a termékeket kapni, de hogy vannak-e tervek ezzel kapcsolatosan, hogy például árusítsanak ilyen dolgokat. Ami szerintem király lenne, és ugye a Line Friends-el, hogy például ugye partnerséget kötöttek, szerintem az egy kezdetleges lépés lehet arra, hogy például legyen még mielőtt ugye meghallgatnánk őket, hiszen ugye akik eljöttek onnan például Koreából a világbajnokságról, ott a G-Star-nál kaptak bizonyos cuccokat, amiről volt is videó, ilyen unboxingos cuccli, hogy a Line Friends gyártotta. Lehetséges, hogy például a Line Friends gyártana ilyeneket esetleg a Brawl Stars-nak, de hallgassuk meg őket, hogy mit is mondanak erre. Fedeznek felfele újabb lehetőséget arra, hogy ugye árusítsanak ilyen termékeket, de ahogyan tudhatjuk, konkrétan Supercell Store-t azt bezárták. Igen. Nehéz döntés volt, viszont nem volt sok értelme. Mert Amazonon például, hogy mennyire egyszerűen működnek a dolgok, hogy könnyű rendelni, lehet refundolni.
De sokszor nehéz volt ugye ezt intézni nekik. Hát akkor ez is tervben van ugyanúgy, hogy nem sok mindent mondtak ezzel kapcsolatosan sem. De hogy szeretnének ők is. Remélem, hogyha egyre ismertebb lesz a játék, akkor fognak ilyet csinálni. Ezek a launchból lehet kapni. Hát jó. Menjünk Koreába, srácok. Sok konkrétumot nem mondtak, viszont hát pont jó képkockán elállítottam meg ezt a videó felvételt. Viszont mondtak olyan dolgokat, amivel voltak kételjeink, és vannak ráutaló jelek akkor így most már, hogy bizonyos dolgokat ugye újítani fognak, és vannak olyan utak, amiket beszeretnének járni ezzel kapcsolatosan, ilyen lesz például a merch is, akkor jövőben valószínűleg lesz, hogyha lesz valami más partnerség a Brawl Starsnak és a Supercellnek, akik mondjuk ezt legyártassák és intézzék ezeket a dolgokat, mert ugye ezzel nem bírtak például, akkor volt itt szó ugye a matchmakingről, amire eléggé nagyon ráutaltak arra, hogy konkrétan igen, azon módosítani akarnak, és azt egy jó irányba akarják elvinni, hogy például akkor most már ugye skill alapján is mondjuk esetleg összekerülhessél olyan random játékosokkal, akik hasonló módon játszanak, és akkor sokkal jobb élmény lesz ugye a 3v3 például. Ez szerintem akkor a jövőben hamarosan meg fog történni, lehet, hogy már most a decemberi update-ben. Meg hát ugye hallottunk egy-két dolgot, srácok, írjátok le kommentációban, hogy mi a véleményetek erről, meg dobjatok egy hatalmas feliratkozást, hatalmas lájkot, hogyha tetszett a videó, és szeretnétek majd még hasonlót letni, aztán találkozunk a következő videóban. Pam, pam, pam.